És amikor Jézus jön, akkor meg fogod hallani te is a trombita szót. Maga az Úr Riadóval, tudjátok. Tudududu, tududu, tududu, tududu. Jön az Úr Riadóval, arkangya szól, jön a király, gyertek! Halleluja! Megszólal egy arkangya. Nem tudjuk, hogy Mihály lesz-e, vagy Gábriel, vagy melyik arkangya, biztos, hogy nem Lucifer. <laughs> és isteni harsonák elkezdenek harsogni. És Jézus leszáll. A királyok királya jön. Nem a földre még, a levegőigbe. És akik hallják itt a földön a trombitának a szavát, akiknek van fülük, tudjátok, nem minden kereszténynek van füle hallásra. Nem minden keresztény, aki kereszténynek vallja magát, fog elragadtatni. Sajnos. Nekünk az a célunk, hogy mindenki elmenjen. De nem mindenki fog elmenni. Akik a világ Istené, akit jobban köt ide bármi a földhöz, mint a mennyhez, azt az Úr nem akarja elvinni, ha jobban szereted a világot, mint Istent. Ez egy fontos dolog. Mindenkinek el kell jutni egy pontig. Az igazi újjászületés az azt jelenti, hogy fentről vagy születve. Az azt jelenti, hogy mennyei örökségnek a részese vagy. Az azt jelenti, hogy aki benned él, az aki feltámasztotta Jézust a halálból, annak a szelleme él benned. Az a szellem, az az erő működik benned. Ezért több vagy, mint győztes. Ezért akármit tehetnek a testeddel. Amen! Benned van az az élet, aki feltámasztott Jézust a halálból. Amen! Ez az erő. És a feltámasztotta Jézust a halából, ne tudnám megerősíteni a te testedet? Dehogy is, ne.